Négy napon keresztül pattogott a labda a Mátészalkai sportcsarnokban, ahol 44 együttes lépett pályára a 8. Szizosportszerkupán. A két határon túli és a környékbeli gárdák mellett Budapestről, Miskolcról és Debrecenből is érkeztek résztvevők, az alkalmi csapatokban pedig több neves futballistát is láthattak az érdeklődők. A 46-szoros válogatott Bodnár László szülővárosában léphetett pályára. Minden évünk a Bicspati sátorra, és általában mindig a csoportba tovább jutunk, és az egyeneságok kiesésben mindig kiesünk. Szóval mi is csalódók voltunk, hogy általában hogy elindulunk, és mindig kikapunk. De amúgy a tornáról egy szót, hogy tényleg nagyon színvonalas, minden évben teljesen új csapatok jelentkeznek, és ha így megy évről évre, akkor szerintem ez Mátészalkának egy jó hírnév. Sőt, aki szeret focizni, sőt, főleg akik fiatalok vagy családosok kiállnak ide, szerintem ez nagyon jó Mátészalkának is. Mátészalka polgármester elmondta, hogy két hónapon keresztül minden hétvége a futballról szól a városban. Büszke vagyok arra, hogy itt az elkövetkezendő egy hónapban, illetve már az előző héttel kezdődően is pezseg a sportélet. Egy öreg fiúk tornával kezdődött a múlt héten, gyakorlatilag most ez folytatódott, és jön még az ifjúsági, jön még az utánpótlás torna. Ez azt jelenti, hogy ki lehet mondani, hogy Mátészalkán két hónapon keresztül minden hétvégén tele van a sportcsarnok, hogyha így végignézünk. Ez a mai torna 500 játékost mozgatott meg, MB2, MB3, három megyei szintű csapatokat, 44 csapatot, és legalább annyi 500 turkoló, aki jelenleg is itt ül a hátam mögött. Ez azt jelenti, hogy egy ekkora városban, ekkora, ha úgy tetszik, pezsgést a sportéletben varázsolni, én azt gondolom, hogy legyünk sírszerűek, nem kis pálya, és ezért szeretném megköszönni minden szervezőnek azt, hogy a munkájával, energiájával segítette azt, hogy házigazdái lehessünk ennek a tornának. A tornát végül a Hungarotár Debrecen nyerte a Gacsái Szamosker Kft. És a nyíregyházi Dájer együttes előtt. A gólkirályi címet a Dájerben szereplő Petru Kosztál szerezte meg, a legjobb kapusnak a debreceni Dukát Pétert, a legjobb játékosnak pedig a Szamoskeres Balog Árpádot választották meg a szakemberek.